nagyon jó minőségű borok lesznek. Az Írcsai Olivért már leszettünk, meg szedtünk rozénak egy kis Zweigert Pinot Noir házasítást, és hát mindegyiknél az a tapasztalat, hogy hát könnyebbek a fürtök, könnyebb a bogyó, nagyobb a beltartalom. Ez a sok esőre azt gondoltuk, hogy leveses nagy termés lesz, de úgy néz ki, hogy hát könnyebbek a fürtök is, a beszállított súly is, de viszont a beltartalom az benne van a bogyóban, úgyhogy egész vastag testes mustok lettek az írsejne, ott már el is forrt, és az elforrt friss bor is egy vastag testes bort, és nagyon jó ízekkel, zamatokkal jön, és a rozé is úgy néz ki. A másik pedig az, hogy ebben a nagy forróságban nagyon jók a színek, úgyhogy a rozénál egy egész sötét rozét sikerült készíteni. Mi világosabbat szerettünk volna, de úgy néz ki, hogy ebben az évben nagyon nagy vörös borok lehetnek, hogyha az idő el nem rontja. Minden évben jövünk elő már az új Írcsai Olivérrel, új rozéval, és hát a többi hagyományos boraink lesznek, a Bikavér Kadarka, Fehér Kadarka, és lehet, hogy nem tudom, de kijövünk egy pezsgővel is, mert most már elkészült egy saját palackos érlelési pezsgőnk, de hogy hát le tudjuk-e úgy papírozni és címkézni, hogy ki lehessen vele jönni, azt majd meglátjuk, de késznek, készen van már. Van egy sorozatunk, a Grandiózus sorozat, az egy ilyen kónuszos, a banforrás palack, és abban nagyon jó borokat készítünk, vagy töltünk, és akkor hát ezeket értékarányosan alacsonyabb áron adjuk, és így a fogyasztók úgy érzik, hogy mint egy ajándékot kapnak, és hála Isten fogy is. Idei évtől kezdve eddig a rozé fogyott legjobban, most egy kicsit megállt, de nem esett vissza. A vörös borok azok is állnak, egy kicsit esetleg nőnek, de viszont a fehér borok azok nagyon nőnek. Úgyhogy el is fogytak a fehér boraink, úgyhogy igyekszünk minél előbb fehér bort készíteni és piacra jönni, mert azok elfogytak.